Az ősszel ellentétben az év első két hónapjában sűrűn követik egymást a Sunshine-Nyiksem meccsei. Az NB2 keleti csoportjában második szezonját töltő együttes a legutóbbi fordulóban a hozzá hasonlóan középmezőnyben helyet foglaló Szentes otthonában lépett pályára. A három légiós felvonultató hazaiak ellen végig tartották a lépést a palánk alatt gondokkal küzdő nyíregyháziak, a végjáték azonban a szentesieknek sikerült jobban, akik 5 ponttal megnyerték a találkozót. Egy magas szerkezetű, 3 szerb játékossal megerősített csapattal álltunk szembe. Tudtuk, hogy centerposzton erősek, igazából azt kaptuk, amit vártunk. Szoros mérkőzés volt, de sajnos a mi számunkra negatív eredménnyel zárult. A Sunshine-Nyikse 6 győzelemmel és 8 vereséggel jelenleg a 8. helyen áll az NB2 keleti csoportjának 11 csapatot számláló mezőnyében. Teljesen kell megkönnyeljük az idei szereplésünket, ugye leginkább az idei évben az volt a célunk, hogy azok az új játékosok, akik most többen is, mint 5-en érkeztünk, azokat a játékosokat megpróbáljuk bevonni a csapatba. Úgy néz ki, hogy ez szépen lassan azért sikerülni fog. Most is le van egy teljesen új játékosunk, egy Csempeval személyében, aki most jött vissza hozzánk Nyíregyházára. Hétvégé meccsen már ő is sokkal többet tart játszani, sokkal jobban hozzájárult a csapat teljesítményéhez. Reméljük, hogy ez a közeljövőben még jobban fog sikerülni. Az edző szerint is van némi hiányérzetük az eddigi szereplést tekintve, mivel egy kis szerencsével 2 győzelemmel több állhatna a csapat neve mellett a tabellán. Reális eredmény született a 14 meccsünkből közel 10-12 mérkőzésen. A papírforma alapján, illetve hát a mutatott teljesítmény alapján 2 mérkőzésen én azt gondolom, hogy nyerhettünk volna, és ez remélhetőleg a későbbiekben nem befolyásolja nagyon a szereplésünket. Debrecenben utolsó másodperces kosárral kaptunk ki, de akár ezt a Szentes elleni mérkőzést oda sorolhatjuk, mert volt szanszunk. Befejezés előtt 5 perccel még egyenlő volt az állás, mi jöttünk fel egyenlőre, ott volt több labda a kezünkben, amivel esetleg fordíthatunk volna, sajnos nem sikerült. A Sunshine-Nyikse legközelebb szombaton lép pályára, 12 órai kezdett el a tabellán, közvetlenül mögöttük álló Békés Csabát fogadják Farkasinszkijék a Bánki tornacsarnokában.